Az Európai Nemzeti Parkok napján, ma, tehát május 24-én üdvözlöm a Városi Televízió minden kedves nézőjét. Ennek apropóján szólunk arról, milyen szabályokat kell betartani a tanúsvényeken. Érintjük a népszámlálást és a város ingatlan csomagját. Turista idénre készülve. Szolgáltatások és turista marasztalók. Szétnéztünk a régióban. Veterán rendezvú. Májusban találkoztak az autók öreg királyai. Elkezdődött a 2011-es népszámlálás. Az elmúlt héten minden háztartásban el kellett volna jutni a kérdőíveknek. Ha egyes háztartásokba mégsem kapták meg a kérdőíveket, ezt a Városi Hivatal szervezési osztályán kell bejelenteni. Itt adnak tájékoztatást, ki az adott körzet számláló biztosa. A kérdőíveket június 6-áig kell kitölteni. Még egy önkormányzati hír a folytatásban. Nem jelentkezett senki a Városi Hivatal által kiírt 4 versenytárgyalásra. A város eladásra kínált 4 városi ingatlant, a mozit, a munkásszállót, a volt statisztikai hivatal épületét és a Shell benzinkút melletti területeket. Tegnap délután telt le a határidő, senki nem nyújtott be pályázatot. Így az ingatlan csomag újra visszakerült tárgyalásra a júniusi testületi ülés programpontjai közé. Ma van a Nemzeti Parkok napja. Átértékelődik a Nemzeti Parkok védettségi fokozata, ígéri a Környezetvédelmi Minisztérium. Jelenleg 5 fokozatú skálán mozog a parkok védettsége. Ebből az 5-ös a legszigorúbb feltételeknek felel meg. Legmagasabb fokú védettség a Szádelői völgyben van. Most a pillangókra kell vigyázni az arra látogatóknak. Treba si dávať pozor, že nie treba vybočovať z toho naučného chodníka, treba sa pohybovať po tej určenej trase, nezakázaný zber lesných plodov, rastlín, netreba zbierať živočíchy, motýle, ktoré v súčasnosti veľmi intenzívne lietajú. Községi önkormányzathoz a Karszton 3 turista ösvény tartozik. Ezek 3-as és 1. fokozatú védettséget élveznek. Szeretünk túrázni, gombázni. A celatlasza vyznačená, proste je upravená. A fiatalok nagy része már nem turisztikával, hanem inkább az internettel foglalkozik. A horkai 8 km hosszú tanösvényt gyalogos túrára tervezték. A kerékpárok használatához engedélyt kell kérni. Majd engedélyeztetni fog kellene a Nemzeti Parktól, hogy megengedjék, hogy a kerékpárosok is bemehessenek a Nemzeti Parknak erre a részére. A szlovák Karszt Nemzeti Parkban 8 tanösvény található, hosszúságuk összesen 120 km. A térséget az Aggteleki Karszttal együtt 2011-ben az év vidékének választották. Vannak jó példák, ám mégis döcög a turizmus szekere. A turisták tranzitállomása városunk és környéke. Tavaly a szállodák forgalma mintegy 5-ével esett vissza, és közel 30%-os visszaesés volt a külföldről érkezett turisták számában. Tanácskoztak a turizmusban érdekeltek a Városháza kongresszusi termében. Kopogtat a nyári turisztikai idény. A Turisztikai Információs Központ és az önkormányzat mellett működő idegenforgalmi szakbizottság a turizmusban érdekelt jogi személyeket hívott meg a múlt héten szervezett találkozóra. Prírodné krásy nestačia, tie ich je veľa po celom svete. My musíme mať zabezpečenú infraštruktúru a komplet všetky služby, na ktoré si turista môže spomenúť, že by ich chcel využiť. A to zatiaľ nie je. A 15 éve kialakított gótikus út mentén 20 műemlék található. Az úgynevezett 0. kilométerkő a rozsnyói gótikus székesegyház. Még egy tábla sem jelzi a műemlék eredetét vagy a látogatások időpontját. Itt van az információs központ, amelyben természetesen először bejelentkezhetnek. Ez lényegében ugye a hónap, vagy az év 10 hónapjában aktuális, mivel hogy a július és az augusztusi hónapban az Esperes úr döntött, hogy egy fiatal legény részt vesz ilyen kisebb brigádban, amikor teljesen egész nap, reggel azt hiszem, ha jól emlékszem, 9 órától délután 4 óráig nyitva áll a templom, akkor akárki eljöhet, megnézheti. Állandó szolgálat, jó megközelíthetőség. A gótikus út projektjét elindító szervezet 2012-re ígéri a tájékoztató táblák bebiztosítását. Že v súčasnom období ešte to sprístupnenie nie je také, alebo respektíve
je kritizované, že je dosť problematické. Az idén civilek szervezik a gömörtornai nyárrá változott fesztivált. A két hónapos nyári műsorban a határ innenső és túlsó oldaláról is részt vesznek szervezők. Rozsnyó már évek óta egyik főszereplője a rendezvénynek. Most áll a saját lábára ez a kezdeményezés, hiszen 10 éven keresztül a Nemzeti Park szárnyai alatt hát szerveződött a Gömörtornai Fesztivál, és ez az első év, amikor a Nemzeti Park nem tud aktív részese lenni ennek a rendezvénysorozatnak. Ám a turisztikai információs központban egyelőre még minden bizonytalan. Ráadásul a nyári nyitvatartás is veszélybe került, hisz az önkormányzat még nem fogadta el idén a költségvetését. Jelen pillanatban sajnos semmi biztatót, ugyanis még a költségvetés mindig nincs jóváhagyva. Így még az is egyik kérdőjel ennek az egésznek, hogy sikerül a nyári szezon, tehát illetve a nyári nyitvatartás szerint működnünk a továbbiakban, vagy nem. Ezt már június 1-től szeretnénk így működtetni, tehát hogy hétköznap hatig, és nem csak szombaton, hanem vasárnap is nyitva lennénk. De ez még mindig kérdéses. Jó hír, hogy a város és környékének helyi adottságait, így az Andrássy kultuszt, a műemlékeket, a természeti környezetet, a nemzeti parkot, a kerékpárturizmust, horgászatot, lovaglást, sőt a rendezvényturizmust, mint a gömörtornai nyár vagy a krasznahorkai várjátékokat már több magyar és cseh utazási iroda felvette programjai közé. Augusztus utolsó hétvégén Rozsnyón lesz a Bányavárosok 4. találkozója, tájékoztatott Bolacsek képviselő a szervezőbizottság nevében. És ez a tény bizakodásra adhat okot, vélik az idegenforgalomba járatos szakemberek. A régióba lehet marasztalni több napra a közelebbről vagy távolabbról érkezett vendégeket. A veteránozás kétségkívül hobbi. Van, aki megmarad a régi motorok és autók csodálatánál. Van, aki birtokol műszaki és kulturális értékkel bíró járművet. És van, aki poraiból feltámaszt régi autókat. A Rozsnyói Veteránklub 3 éve alakult. Közel 30 tagja van. A májusi hétvége ünnep volt az egyesületben. 3. alkalommal szervezték a Rozsnyói Veterán Rally találkozót. Pavlikéknál minden akkor kezdődött, amikor Dusan bácsi 60. születésnapjára egy régi autót kapott ajándékba. Tatra 57-es A-típust. Kerek 7 esztendeig tartott a restaurálása. Ma már a járműhöz műszaki igazolvány is tartozik, és sebessége eléri a 60 km/h. Első boxer motor volt, benne az annyit jelent, hogy fekvő hengerek vannak egymással szembe. Ez jelenti az, hogy boxer motor. Ez ennek a konstruktőrnek a Ledvinkának, ez az ő italalmánya volt, vagy hogy kell ezt mondani. Szóval ő az, talán a világon első csinálta is, ennek itt van az eredménye. Jobb oldalon van a kormány. Ugye ez annyit jelent, hogy még frontig ezt így csináltak, hogy jobb oldalon volt ez a kormány. Az autót 1938-ban gyártották. Az alvázra erősített karosszéria még fából készült. A négykerekű kitartó és aprólékos felújításakor ezt is figyelembe vették. Egyszer rendbe hoztunk, hogy most imitám ott valami sem hibák. Kiugranak, de nem okoz problémát, mert van mind, ami kell rajta. Hát, de türelem kell hozzá, és szeretni kell azt, hogy legyen a motor az én hobbim, az a alapkérdés az egésznek. A 80-as esztendeit taposó öreg úr 4 éve veterán autóklubot alapított, amelynek ma ő a tiszteletbeli elnöke. Találkozójukra igyekszünk, ám javaslatára útba ejtünk egy régi autókat is javító műhelyt. A kiállító szalomban veterán francia autómodellek láthatók.
připomíná to raný mládí člověku, co, o čem jsme snili, o takových konkrétních autech, které u nás nebyly. Můj nějaký sen by byl vlastně mít ze všech významnějších typů Citroenů od roku 34 po ty 90. roky jeden kus, jako ze všech významnějších modelů, na všechny modely, jako na to si nikdy nedošáhnu. Který vozidlo se cením, na každý auto si cením v daném okamžiku nejvíc, když ho dokončím. Ale potom to prostě tak upadne a zase už se chystám dokončovat další a další a další. A legrégebbi auto 1937-ből való, 52 lóerős. Rendbehozatalához még 100 óra kell, állítja a tulajdonos. Ez a fekete autó pedig 1952-ből való, 6 hengeres és 92 lóerős. Ez az 50-es években bizony soknak számított. Gyűjtőknél ez a kategória az egyik legértékesebb. Láthatók itt legendás autók a 60-as évekből, és még sorolhatnánk. Ám az idő sürget, és az egyesület tagjainak még meg kell beszélni a hétvégi veterán találkozó részleteit. Az útvonalon egy kis változtatást muszájtunk végezni. Annyi a különbség, hogy Pelsőcről lemegyünk Gömörpanyitra, ahol megvendégelik az egész csoportot, a résztvevőket. Nagyon lelkiismeretes gárdáról van szó. Idősebbek alakítottuk meg ezt a klubot, de nagyon jó érzés látni köztünk a köreinkben a fiatalabb generációt, akiket szintén megszólított ez az érdekes tevékenykedés. Másnap közel 100 veterán autó és motoros érkezett a meghirdetett veterán ralli találkozóra és túrára. A házigazdák harmadik alkalommal szervezték meg a nem mindennapi randevút. A találkozó egyik leglátványosabb része a főtéri felvonulás volt. Többször is csinálhatnám a kérdést. Nagyon. Én nem foglalkozom, de engemet érdeklenek. Az új autók nem nagyon, mint a régi veteránok. Gyönyörű valami. Minek a régi? Sok vele a munka. A fiataloknak, akinek van rá ideje. A bemutatkozás után 60 kilométeres túrára indultak a résztvevők. Bejárták a régiót, megálltak a műemlékeknél. És érthető módon büszkeséggel mutatták be régi járműveiket a nagyszámú érdeklődőnek. Mert a veteránozás életforma, állítják. Akár gazdag emberek is lehetnének, de őket nem az üzleti világ érdekli, hanem a technikatörténeti érdekesség, a kultúrtörténeti háttér és a közös szenvedély. A mai adás utolsó hangulatos riport összeállítását látták Palcsó Zsóka szerkesztésében. Nézzünk néhány programot a heti történésekből. Szerdán Tóth Zsuzsanna doktorantusz hallgató tart előadást a nehezen nevelhető gyerekekről a Csemadoknak termében. Az előadás délután 17 órakor kezdődik. Kétnapos sörfesztivált szervez a Kaltenekkel söröző. A jubileumi 5. évfolyamában lépett rendezvény egésznapos, szórakoztató programokkal várja az érdeklődőket. Holnap Orbán napja. A hagyomány szerint hűvösödik az időjárás, és a virágzó szőlőben ilyenkor nagy kárt tesz. Így bízunk mindnyájan a jó időben. Kellemes hetet kívánok, a viszontlátásra!